foglalkozások, rendezvények, tárlatvezetések és egyebek. És nagyon örülök, hogy kérdeklődtök az egészet irány. Előjáróban, mondja, előjáróban csak nagyon röviden, egy kis előadást keretében bemutatnám, hogy egyáltalán mi az a régész múzeum, a programnak a címe legyen be is régész. Mi a régészet, mi a régészetnek a feladata, mi a célja? Itt röviden összefoglaltam, számotokra mondja, hogyha tudom. Hát, hogy ilyen régiséget fedezünk fel, amik a például csontvázra, ami a múltból. Ugye az nem úgy néz ki, mint a filmekben, hogy ott lóg a csontváz, hát hiszen már nincsen se izma, se húz, semmi rajta, tehát az ilyen darabokban van, ugye? Mint az írólag. Csak ne nagyon koroljatok! Halomsír. Úgy kell elképzelnetek, és most hadd tegeződjek a gyerekek miatt, köszönöm szépen. Óriási halmat kell elképzelni, ezek olyan 5 méter-szer 5 méteres kockák, amik ilyen hálószerűen lefedik magának a halomnak az alapját, és középen láttok ilyen kis lufikat, azok a helyek, ahol tulajdonképpen maguk a leletek előkerülnek, sárgával pedig jelölve van a fősír, mondjuk úgy. Tehát azért nem is mondhatjuk azt, hogy pont mondjuk a halomnak a közepén helyezik el. Váratlan módon ez teljesen majdnem, hogy csak a szélén található. Ástak egy nagy gödröt, és a gödör fölé pedig egy nagy ágamból, rözséből készített mágiát raktak, és erre a mágiára helyezik rá az elmúlt.